Néhány dunántúli állatmenhelyen szopornyica járvány jelent meg, néhol egész telepeket végigfertőzött. A közösségi oldalakon pedig azonnal aggódni kezdtek a Nyíregyházi Állatbarát Alapítványért is. Erre azonban semmi ok. Körülbelül 20 millió forint érkezik be ugye minden évben. Ez hát nagyjából elköltésre is kerül, mondhatni azt, hogy a következő időszakig nem húzzuk ki ezzel a 20 millió forinttal, de persze igyekszünk nagyon beosztóan megfogalmazni, illetve meghatározni, hogy mikre költjük ezeket a dolgokat. A hiányzó kieső összeget pedig a folyamatos havi támogatásokkal pótoljuk. Óriásiak az orvosi költségeink. Ugye ugyanúgy, mint az embereknél, a kutyáknál is érzékelhető ugye az éghajlati változásoktól kezdve az ételek, a levegő minősége. Ennek köszönhetően nagyon sok ugye a daganatos kutya, akik bekerülnek. A kullancsfertőzés egy folyamatos probléma, tehát rengeteg babéziás kutyánk van. A parvovírus is rendszeresen jelen van sajnos, nem csak a menhely életében, hanem úgy általában a kiskutyák körében, aminek a kezelése nagyon drága. Illetve hát ugye a folyamatos ivartalanítások, hiszen ez egy alap célunk, egy alap kitűzésünk, hogy az ivartalanítással megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy még több kóbor kutya legyen az utcákon, a számuk így is több százezerre rúg. Magyarországon jelenleg csak a veszettség elleni védőoltás kötelező, a szakemberek azonban előszeretettel ajánlják a kombinált oltást. Ezt a menhelyen is megkapják évente egyszer a kutyák. Többek között ezeket a költségeket is a felajánlott adók 1%-ából tudják fedezni. Évente közel 6000 ember dönt úgy, hogy ezt a támogatást az Állatbarát Alapítványnak ajánlja fel. Az adatok nyilvánosak, tehát bárki megnézheti, hogy melyik szervezet mekkora összeget kapott az adott évben. Természetesen minden óvintézkedést megtettünk, hogy ki is zárjuk ezt az egész dolgot, úgyhogy szeretnénk, hogyha az emberek nem riadnának meg attól, hogy esetleg ide a menhelyre kijöjjenek, hiszen ugye nekünk is vannak saját kutyáink, természetesen mi sem szeretnénk hazavinni semmit, és nem is viszünk haza. Ez pontosan annak köszönhető, hogy mind a saját állatainak az oltásairól gondoskodunk, mind a telep kutyáinak az oltásairól. Jelen pillanatban az elmúlt héten, körülbelül 3 nap alatt a komplett telepet végigoltottuk kombinált oltással. Ezt 2 hét múlva megismételjük, ezt a kombinált oltást. Ezzel nagy eséllyel kizárható egyébként. Ebben az oltásban benne van a szopornyica elleni vakcina is tulajdonképpen, illetve a hatóanyag, illetve sok más betegség is megelőzhető vele. A menhelyen lévő kutyák sétáltatására igyekeznek tematikus, alkalomhoz kötött sétákat szervezni. A tapasztalatok szerint ugyanis így szívesebben kilátogatnak hozzájuk az emberek. Februárban a Valentin napi séta aratott nagy sikert, hasonló programmal készülnek húsvétre, anyák napjára és gyermeknapra is.